Az átlagember számára az űrkutatás, vagy ahogyan a szakemberek mondják, űrtevékenység, leginkább a végtelen univerzum titkainak kémlelését jelenti. Pedig az űrben folytatott munka sokkal szerteágazó feladat. Az űrtevékenység egyik sajátossága, hogy nem csupán távoli égitestekről, bolygókról, csillagokról tudhatunk meg többet általa, hanem földünkről is. Azonban legalább ennyire fontos számunkra, hogy az űrkutatás során kidolgozott módszerek, technológiák itt a Földön is közvetlenül alkalmazhatóak legyenek. Ennek során mind több innováció válhat és válik is mindennapjaink részévé. Magyarország 2015. november 4-én csatlakozott az Európai űrügynökséghez. Ezzel a legnagyobb űripart és űrkutatást ösztönző európai szervezet 22. tagállama lett. Mit nyújthat ez a tagság Magyarország számára? Elsősorban nagy nemzetközi, tudományos és technológiai szempontból is egyedülálló, az űrt megcélzó küldetésekben való részvétel lehetőségét. Ez az űrtevékenység népszerű oldala, erről írnak az újságok, számolnak be a különböző médiumok. Az űrtechnológia azonban a hétköznapi problémáinkra is választ tud adni, azokra, amelyekkel itt a Földön találkozunk, hiszen az ország biztonsága, az egészségünk, vagy akár az ipari termelés hatékonyságának a növelése a legfontosabb feladataink, és mindehhez az űripar kiváló eszköz lehet. Az elmúlt évtizedekben hazai vállalkozásaink is számos olyan egyedi gyártású űripari terméket fejlesztettek ki, amelyeket eredménnyel lehetne hasznosítani a legkülönbözőbb iparágakban is. Ez azonban a vállalkozások segítő támogatása nélkül nem megy. Az Európai űrügynökség technológiatranszfert segítő hálózata erre a célra jött létre. Ezért a mai nap igen jelentős mérföldkő Magyarország és az Európai űrügynökség együttműködésében, hiszen első alkalommal kapcsolódunk az ESA egyik határokon átnyúló, mindkét félnek kölcsönös előnyöket biztosító infrastruktúrájához. A csatlakozással olyan lehetőséget teremtettünk a hazai kis- és középvállalkozások és a kutatólaboratóriumok részére, amelynek köszönhetően űrtechnológiai eredményeiket szakértő támogatással meghonosíthatják az ipar számos területén, legyen szó az autóiparról, energetikáról, építőiparról vagy orvosi műszergyártásról. Az alapkutatás mellett az alkalmazásra és hogy úgy mondjam a hasznosításra is kezdünk odafigyelni, és nem csak odafigyelünk, hanem szeretnénk tenni, teszünk érte. Ezért van az, hogy egy kutatóintézetben technológiatranszfer irodát hozunk létre, ott specialistákat, speciális tudással rendelkező kollégákat kérünk, gyűjtünk össze, alkalmazunk, és együtt örülünk, hogy együtt dolgozhatunk, ugyanis missziónk van, azt, amit a kutatók eredményeket találnak, azt hogyan tudjuk felhasználni, és nem 50 év múlva, hogy fiatalabb koromban én is gondoltam, hanem mit lehetne csinálni már jövőre. Hát ez az, amit egy technológia transfer, az erre szakosodott kollégák végre tudnak hajtani. Másik része, hogy nagyon sok magyar cég, magyar vállalkozó, hogy úgy mondjam, magyar ember szeretne ebbe az irányba elmozdulni, de ez nem könnyű. Mi szeretnénk segítséget adni, segítséget nyújtani a saját tapasztalataink alapján, a saját hozzáértésünk alapján. Én remélem, hogy most a mai nap után rövidesen az eredményekről is beszámolhatunk. Itt a tudástranszfer, technológiatranszfer irodánk munkatársai elé egy nagyon kemény, 3 év néz elébe, nagy kihívás lesz. Ez kihívás lesz az intézményünknek is, hogy hogyan tudjuk ezt megfelelő módon támogatni, menedzselni. Köszönjük az Európai űrügynökségnek a figyelmét, köszönjük a bizalmát, amit elnyerhettünk, köszönjük a minisztérium, a fejlesztési minisztériumnak is a bizalmát. Én azt hiszem, hogy a sok évtizedes kapcsolatunk az alapot megadta, mi mindent megteszünk, hogy a felépítmény is jól sikerüljön, és a Magyar Tudományos Akadémia támogatására továbbra is számítunk,
és itt van az a pont, ahol majd szeretnénk a többi kutatóintézettel és adott esetben egyetemekkel is ezt az együttműködést kiszélesíteni és segíteni az ő bekapcsolódásukat. És ami legfontosabb, hogy várjuk mind az eddigi, mind a leendő partnereinket, ipari kapcsolatainkat, ipari partnereinket, hogy együtt folytassuk ezt a magasabb szintű tevékenységet.